abszolút nem érheti kritika, én azt gondolom, Arany Gerit, aki gyakorlatilag azzal a teljesítménnyel, amit napról napra látunk tőle, és nem csak a döntőben, hanem az egész rájátszásban, vagy az alapszakasz vége felé, azért ő gyakorlatilag bejelentkezett a válogatottságra is. Az ő teljesítménye, mutatott teljesítménye nélkül nem lenne itt a Ferencváros. Így van. Zöldben a Ferencváros, fehér-pirosban a Gyergyó együttese. Elkezdődött az Erste Liga döntőjének negyedik mérkőzése. A videó elemzések során elő fog kerülni, mert ilyen könnyen nem adhatnak lehetőséget az ellenfélnek a gólszerzése. Szép csel, és aztán lehet lőni is, Betteridge blokkol, és ebből kiugorott a Ferencváros. Akár lehet egy kettő, az egy is, de végig lehet és vinni, és nem is kell visszapasszolni Betteridge-nek, mert így simán Szájlió révén megszerzi a vezetést a Ferencváros. 1-0. Gyönyörű egy egyéni megmozdulás volt, de ez a blokkot kezdődött, ugye? Itt van ez a szenzációs blokk Betteridge-től, és ebből tud megindulni Szájlió, fordul, észleli, nincs közelében gyergyói játékos, és végigviszi. Túlzottan agresszív volt a Gyergyónak a támadása, a Ferencváros harmadában mindenki rohant föl, Szilveszter maradt hátul utolsó emberként, és olyankor nagyon figyelni kell az ilyen blokkokra vagy hibákra. Szilveszterről szép csel. Jó húzza meg, és jól tartja a korongot Betteridge mellett, aztán a fonák már pontatlan, rövid volt, Betteridge már a másik oldalon. Betteridge, remek a keresztpassz, középre, adja szép! Szenzációs gól! Hát ez egy elképesztő támadás volt a Ferencvárostól, nagyon jó ütemben, nagyon jó ritmusban fejezték be, a középső ember ment a kapu elébe Rinne irányába. Sointu! Ahogy ez a tankönyvekben meg van írva. És ebből lehet egy kontra. Nagy Gergő indul, jön Csígya is felé jó. A passz, így lesz igazán jó, hogy megpattan fejes ütőjén. Gól! Ember hátrányos gól a Ferencvárostól, Nagy Gergő ma is betalál. 3-0. Kulmala elképesztően higgadt maradt, kivárt, ugye egy terület paszt választott, de igazából szerencse is kellett hozzá, mert hogy az utolsó gyergyói ember beleért a levegőbe, és így pattant Nagy Gergő elé, aki hát nagyon higgadt cselt húzott itt szólóban. A második gólja a fináléban Nagy Gergőnek, mind a kettő itt a tüskecsarnokban. Extra megoldás volt Nagy Gergőtől. Látszik, hogy kivár, és még hátrafele csúszva ki tud várni, úgyhogy jött igazából vissza a fejes. Nagyon nagy gól. A 315. pontja. Tranka. Jól indult meg, ő is szerzett gólt tegnap. Seregé. Galántai. Akad egy gyergyóiban, és ebből helyzet lesz, de nem csak helyzet, hanem gól is. Szép itt a Gyergyó Silló révén. Silló nagyon szépen korongot szerzett, ugye a támadó harmadban becselezte magát középre, és kilőtte a hosszú botos. Nagyon szép egyéni küzdelem volt, akció volt Sillótól. Továbbra is két gólos ferencvárosi vezetés. Haranen. Bodó tovább. Fonákkal vékonyan Szilveszrő nagy lendülete. Gól! Szilveszrő góljával zárkózik a Gyergyó. 3-2. Újabb Szilveszrő gól a fináléban, az ötödik. Bodó passza zseniális volt, aki a védők mögé szépen beejtette a korongot. Ez volt a kulcsmomentum, azt gondolom, és Szilveszrő pedig nagyon kiszorított helyzetből tudott betalálni. Rövid a felszabadítás, Szilveszrő elcsúszik, jön egy lövés, fejes, aranyvéd! És a kipattanóval mihez kezd a Gyergyó? Még egy lövés, ebbe is beleér egy ferencvárosi császár középre. Még egy helyzet, Trankáig már nem jut el, és ez lesz a vége. Nem is kell már ellőni, hiába lövi már best Szájlió, ez már időn túl volt. 3-2-re megnyeri a mérkőzést a Ferencváros, és így összesítésben 3-1-re vezet a Gyergyó ellen az Erste Liga döntőjében. Micsoda izgalmak, micsoda mérkőzés! Hát azt mondjuk, hogy egy döntőhez méltó mérkőzést láttunk, az utolsó pillanatig nyitott volt, kiélezett volt, és Ferencváros nagyon jó első harmadának köszönhetően megnyerte ezt a mérkőzést. Nagyon hatékony volt a Fradi az első 20 percben. Káprázatos találkozó, ott egy bajnok csapat sál, ugye a bajnoki cím az már megvan a Fradinak, a 30.
Ugye a harmadik csillag felkerül a mezekre. De hogy az Erste Liga meg lesz-e a Fradinak, a harmadik Erste Liga győzelem, attól most már csak egyetlen egy siker választja el a zöld-fehér együttest.